Tiszafüred karcagi térség településeiről érkeztek ma nevelő szülői családok, illetve gyerekek, és nekik tartják ezt a közösségépítő játszós programot a nevelő szülőkkel, mondta a program főszervezője. Ugye a Szentágot a gyermekvédelmi szolgáltatónál rengeteg élménypedagógiai foglalkozás van. Része az is, hogy a nevelőszülői családokat közelebb hozzuk egymáshoz, illetve hogy a gyerekek sorstársaikkal lehessenek ugye egy közösségben. Ugye ez a szolgáltatónk erőssége is gyakorlatilag. Rengeteg élményprogramunk van, táborok, családi nap, múzeumlátogatás, állatkertlátogatás. A Szélmalmi Fogadóház udvarán egy rendőrautóba is beülhettek a gyerekek, de számos foglalkozás vár rájuk a nap során. Lesz kötélhúzás, az a gyerekek kedvence, az életre halálra szokott történni, illetve a bográcsban főzünk paprikás krumplit kolbásszal, van kézművessarunk, tehát csillámtetoválástól kezdve arcfestésig, meg mindenféle kreatív foglalkozás áll a gyerekek rendelkezésére. Érkezett hozzánk egy bohóc, aki majd lufit fog hajtogatni a gyerekeknek kívánság szerint, kis zenés tornával készültünk, ugrálóvár van. Úgyhogy igaz, és átmehetünk a Szélmalomba, és megtekinthetik a gyerekek magát ezt a csodás kis emlékművet itt. A központ Szegeden van, viszont Szolnok megyében is közel 500 nevelésben lévő gyermekről gondoskodnak, és 150 nevelőszülő végzi ezt a csodálatos hivatást.